Egyre gyakoribb, hogy gyermeket kényszerítenek, kérnek koldulásra, mint ezt a kisfiút Nyíregyháza belvárosában. Egy harmonika, egy kis muzsikálás, kölyök kutya a kisszék mellett, és az emberek aprói megcsörrennek a kihelyezett gyűjtőedényben. Az ilyen esetek sokakat felháborítanak. Az a véleményem, hogy ez egy abszurd nonsense helyzet, hát ilyet nem lehet megcsinálni. A szülei hol vannak? Kirakják itt zenélni a kisfiút, hogy jobban pénzhez jussanak, meg ez őt úgy, nem őt illeti ez a pénz. És van 30 fok meleg. Ebbe persze, ezt hozzáteszem ebbe a melegbe, hát erre nem lehet mit mondani. Felháborodásomat, ez borzasztó. Hát erre nem, te nekem is gyermekem van, ugyebár, hát a szívem megszakad. A sírás jön az ember, hogy ilyet meglát, de még hozzátesznek egy kiskutyát is. Hát, ha még azzal még jobban imponál. Hát ez borzasztó. A kolduló gyermek látványa több kérdést is felvet, ha ilyet lát valaki, legelőször a gyermekjóléti szolgálatot vagy a rendőrséget értesítse. A kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztályvezető helyettese kérdésünkre elmondta, a gyermekvédelem észlelő és jelzőrendszere jól működik. Egy gyermek veszélyeztetettségéről többek között védőnők, oktatásnevelési intézmények, a rendőrség vagy akár a gyermekjóléti szolgálatok is értesítik őket. Akár családgondozás is elrendelhető, súlyosabb esetben hatósági eljárás is indítható. Abban az esetben, hogyha a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a veszélyeztetettség miatt a hatósági eljárást, akkor a gyámhivatal mérlegeli, hogy milyen súlyú ez a veszélyeztetettség, ettől függően teszi meg a szükséges hatósági intézkedést. Abban az esetben, hogyha szerinte nem szükséges hatósági intézkedés, akkor megszünteti az eljárást, esetleg alapellátásra hívja fel a gyermekjóléti szolgálatot, hogyha kisebb fokú veszélyeztetettségről van szó, de már szükséges hatósági eljárás, akkor védelembevételre kerül sor, a gyerek marad a családjában, de magatartási szabályokat írnak elő a gyerek, illetőleg a szülők számára is, és abban az esetben, hogyha olyan fokú a veszélyeztetettség, ami a családból történő kiemelését igényli a gyerekeknek, akkor ideiglenes hatállyal lehelyezi, vagy pedig egyből nevelésbe veszi a gyereket. A főosztályvezető helyettes hozzátette, térségünkben nem jellemző a gyermekkoldulás, ha van is ilyen, legtöbbször határon túli szegényebb családokhoz köthető a szabálysértés. Úgy tudjuk, a nyíregyházi harmonikás kisfiú sem magyar állampolgár volt.